Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Ma a keresztény szellemiség otthonába látogatunk el virtuálisan, a Szent István Művelődési Házba, a vendégem pedig Jakubek Tiborné, a ház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. És köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket is. Furcsa időszak ez, annyi szent, ez a két, még a 2020 is az volt, de a 21 az már sok volt nekünk, és sokként érte meg, én azt gondolom, hogy a kultúra barátait is, hiszen a koronavírus járvány számtalan tervet meghiúsított. Nézzük meg, hogy mi mindent lehetett ettől függetlenül megcsinálni a Szent István házban, hiszen a város központjában egyik, én valóban a keresztény szellemiség otthonában. Nagyon sok székesfehérvári, és nem csak székesfehérvári tiszteli meg látogatásával a kiállításokat, előadásokat, és hát a hétköznapi különböző rendezvényeket, hiszen nagyon sokan, nagyon sok egyesület jár hozzátok. Nézzük meg, hogy mi mindent okozott nekünk a Covid. Sajnos sok olyan dolgot, amely egész egyszerűen sokkal nehezebbítette a tervezhetőséget. Azért, hogyha visszaemlékszünk a 2020. november hónapra, ugye onnan kezdődtek igazából újra az erős korlátozások, amelyek igen megnehezítették a következő évre való tervezést. Hiszen korlátozások elsősorban ugye főként a kulturális területeket érintették, mivel hogy ott azok zárt térben történnek, és a zárt térben való megjelenés, a létszámkorlátozás, és egyáltalán a létszámkorlátozás mellett a más módon való megjelenés, a maszkviselés, az igazolványhoz kötés, a védettségigazolványhoz kötődés igazából a megjelenéshez. Ezek mind-mind olyan korlátozó tényezők voltak, amelyek a tervezhetőséget, mint ilyet megnehezítették. Mindez mellett azért sajnos az egész 2020-as évben is már kialakult a társadalomban, nem ok nélkül, hiszen nagyon-nagyon sok lett a személyes vesztesége nagyon-nagyon sok embernek, nagyon sok vesztesége lett, nagyon sok halott lett, nagyon-nagyon sok beteg lett. Ebből kifolyólag a társadalomban az emberek önmagában véve megtorpantak, és távolságtartóbbak is lettek, sokkal inkább elzárkóztak, óvatosabbak lettek, nevezzük így. Nagyon meg kellett, hogy gondolják, hogy melyek azok a tevékenységek, melyek azok az úgymond kulturális programok, amelyeken mernek és szeretnének is részt venni. Ugye a 2021-es év elején, mint ahogy a nagyon-nagyon sok területen, online oktatás volt még, a közművelési intézmények is elsősorban online működhettek. Mi is azt tettük igazából, hogy az előző éveknek a különböző kulturális rendezvényeiből igyekeztünk visszatekintést biztosítani az online térben azoknak, akik a Szent István Művelődési Ház honlapját látogatták. Volt ennek egy fantasztikus nagy előnye is, ami egyébként az előző években háttérbe szorult, hogy így sokkal nagyobb lett a látogatottsága, úgymond online módon az intézmény programjainak, és valóban az előtte lévő években megtartott kiállításokból, könyvbemutatókból, zenés rendezvényekből, koncertekből tudtunk visszatekintést adni, bejátszani, tehát nem csak olvasni valót, hanem valóban hanganyagot is tudtunk hozzá biztosítani. És meg kell, hogy mondjam, hogy az azért nagyon nagy segítség volt, mert mégis a hozzánk látogató közönséget magunk mellett érezhettük azáltal, hogy így megnőtt a nézőszáma a honlapunknak. Május volt már majdnem, amikor igazából elkezdhettük úgymond a jelenléti programok szervezését, de azért még az online térre visszatérve azért meg kell, hogy említsek legalább egy pályázatunkat, amit meghirdettünk, a Fogom a kezet pályázat címmel, ami nagyon sikeres volt, hiszen nem csak határainkon belül, hanem határainkon túlról is tudtunk megszólítani alkotókat, gyermekeket és felnőtteket egyaránt, így a rajzpályázatra is nagyon szép számmal érkeztek be pályaművek, és magára az írottra, tehát a próza és eszéírásra is nagyon szép mennyiségű, tehát 41 pályázatunk érkezett be, és tényleg itt megemlíthetem Romániát, Szerbiát, Felvidéket, Angliát, még Kínából is érkeztek, tehát nem magyarországi, kínai gyerekeknek a rajzait küldték be, hanem valóban egész onnan érkeztek, tehát, és utána még írtak is nekünk, tehát számon is kérték. Egy gyönyörű, szép kiállítást tudtunk megrendezni,
és nagyon hálásak vagyunk elsősorban ugye a támogatásnak, a Székesfehérvári Egyházmegyének, azon belül az Alba Kultúra Egyházi Alapítványnak, és azoknak a külső támogatóknak is, ahol meg kell, hogy említsem dr. Béres Józsefet, aki magánemberként támogatta a pályázókat abban, hogy meg tudjuk ajándékozni, Szacker Piroska kerámikust, akinek a nevét majd még itt hallani fogjuk majd a beszélgetések során. Ő is gyönyörű szép kerámiákat ajánlott fel, és segítette ezzel a pályázókat díjazni. És természetesen a rendelkezésünkre álló lehetőségekből igyekeztünk olyan ajándékokat összeállítani, ahol valóban tudtunk olyan iskolákat, tehát közösségeket támogatni társasjátékokkal, könyvekkel, CD-lemezekkel, amit úgy gondolom, hogy tehát valóban méltók voltak ehhez a pályázathoz. Igen, én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy ugye ez online indult az egész történet, beszámoltunk róla mi is, nagyon jó volt ott lenni, de hiányoztak a fiatalok, a gyermekek, hiányozott az a millió, ami általában egy-egy komoly rendezvényt jellemez, hogy ott vannak körülöttünk, és jó körülnézni. Ez így igaz. Hiányzanak a szemek, hiányzanak az arcok, hiányzanak azok az örömteli pillanatok, azok a rácsodálkozásokat, amelyeket egyébként szeretünk megélni egymás közelében. És hát a kultúra közvetítése az tulajdonképpen ezt a pluszt adja még nekünk sok minden más mellett is, amire nagyon nagy szükségünk van, hiszen ezek olyan azonnali visszajelzések, amelyek azt fogják nekünk mondani, hogy igen, tehát mindig minden olyan dolognak, amiről eleinte félünk is megszervezni, mindennek van értelme. Tehát, hogyha ez jó cél érdekében történik, átgondoltan is jó célt valósít meg, akkor erre mindenféleképp szükség van. Aztán kinyílt a világ. Igen, nagyon örültünk neki, és meg kell, hogy mondjam, hogy az online tér mellett, ami még nagyban támogatott minket, a lehetőséget kaptak azok a felnőtt képzések, akik kis létszámmal működtek, hogy azok mégis megjelenhettek a kulturális intézményekben, mint bérlők. Ők azért nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk abban, hogy nem csak a szűk munkatársak voltak együtt, hanem azért így mindig volt egy külső valaki, akit ki kellett szolgálni, akiknek segíteni kellett. Ez azért nagyon sokban segítette a mindennapi munkáinkat, hogy ne csak úgymond a tervezgetéssel és a rendezgetéssel teljen a napunk, mert az is nagyon fontos, de nem a legfontosabb, tehát azt meg lehet csinálni, és sokkal könnyebb megcsinálni, hogyha az embernek vannak folyamatosan olyan impulzusai, amikkel segítik. Igen, megnyílt a világ, és azt kell, hogy mondjam, nagy örömünkre felé lett mindenki, és mindenki vágyott egymást látni, egymással találkozni, és mindenki vágyott a rendezvényekre. Itt mindjárt említeni is fogom az első kiállításunkat, amelyeket megrendeztünk itt mindjárt a nyitáskor, Benda Iván fotóművész Élő Jeruzsálem címmel megrendezett kiállítása volt nálunk 2021-ben az első alkalommal megrendezett, úgymond jelenléti kiállítás, amely nagyon nagy érdeklődés mutatkozott iránta, nagyon sokan látogatták, majd utána igyekeztünk a kiállítást élővé tenni azzal, hogy Ivánt újra meghívtuk, ő személyesen tartott ott beszámolót a jeruzsálemi útjairól, a tapasztalatairól, hogyan, miként tudott egy-egy portrét vagy egy-egy fotót elkészíteni, mire hogyan kellett várakoznia, milyen úton jutott el odáig, hogy bizonyos fotókat ott el tudjon készíteni, és igen nagy volt az érdeklődés a székesfehérváriak körében, tehát igen szép számmal látogatták, és a köztes rendezvények is megjelentek, és természetesen a fotóalbumaiból is vásároltak. Ha már ugye a fotókiállításokat említettük meg, ezt követően ugye az intézményünkben, ahogyan te is említetted, több szakkör is van ott, egy héten több alkalommal is, tehát rendszeresen vannak ott, és már több éve. Így a koronafoltvarrók is már ugye 25 éves fennállásukat ünnepelték. Igen, fantasztikus tárlat volt. Az idén is az intézményünkben pedig most már 11. éve vannak ott jelen, a 7-3 napján szinte állandóan, és ahogyan te mondtad, tehát azt hiszem, hogy ez a Covid időszak talán még inkább felszínre hozta annak a szükségességét, hogy miért is nagyon fontos az, hogy a saját életünkbe megtaláljuk azokat a kapaszkodókat és azokat a tevékenységeket, amelyek révén mi önmagunk is örömhöz tudjuk magunkat juttatni, tehát alkotó tevékenységet tudunk végezni, és az alkotó tevékenységünkkel egy olyan szép, elkészült munkát tudunk, mert amivel másokat is gyönyörködhetünk, ami és nagyon fontos. És a koncertek is ezt erősítették meg, tehát amikor Kópiás Gabi és Fornai Miklós megjelent augusztusban, hosszú-hosszú idő után, azon
a pénteken is nagyon sokan voltak, mint ahol Tóth Gábor Dr. Jazz koncertjén is. Igen. És azt mondom, hogy igen, ezekre is nagyon szükség van, de a kiállítások, amit a Szent Korona Galéria szerintem most jelen pillanatban Székesfehérvár égköve mindenféle értelemben. Ugye a foltvarrókat említetted, meg Benda Ivánt nem különben. Én azt mondom, hogy a betlehemi szép csillag pedig mindent visz ebben az időszakban. Igen. Múltja van, hagyománya van, és ráadásul olyan műveket csodálhatunk meg, ami azt hiszem, hogy egy kicsit elgondolkodásra késztet bennünket, hogy valóban figyelünk-e önmagunkra ebben az adventi időszakban különösen. Igen, örülök, hogy ezt mondod, valóban így van. És ennek a betlehemi kiállításnak még az még egy szintén egy plusz adaléka, hogy valóban ez is minden korosztályt megszólít. Mint ahogy a hihetetlen nagy a látogatottsága egyébként a betlehemi szép csillag kiállításnak, ugye adventi időszakban intézményünk is nyitva van, függetlenül attól, hogy van-e esti rendezvény vagy nincsen, de szombat este 6 óráig látogatható a betlehemi szép csillag kiállítás, és vasárnap is látogatható, mivel hogy az emberek adventi időszakban egész egyszerűen vágynak arra, hogy bent a város forgatagában ott legyenek, sétáljanak, gyönyörködjenek, kikapcsolódjanak, friss levegőn legyenek, mert azért tényleg gyönyörű szép a belváros a fényekkel, a különböző dekorációkkal, amelyek ki vannak téve installációkkal. És vasárnap is, hát ott vagyok minden szombaton, és szinte minden vasárnap az intézményben, tömegével és érkeznek ez a miénk. Tehát én, akivel beszéltem, többek között azért is dicséri, mert hogy köthető emberekhez, hiszen a Fehérvári Kézművesek Egyesületéről van szó. Pontosan. Akiket ismerünk, igen, akikkel és ez nagyon találkozunk. Fontos. Igen, és nagyon ez, fontos. Ez pont, igen, és a kötődés talán a Koronafoltvarrók Egyesületéhez szintén egy hasonló érzés, mert ugye rengetegen ismerik egymást, és tudják a másikról, hogy ő ezt csinálja, ezt készíti, és hát megtapasztalni azt, hogy milyen egyszerű dolgokból tudnak fantasztikusan nagyszerű dolgokat készíteni, és örömet szerezni, és látványban szépet teremteni, és ezáltal gazdagítani a környezetünket, ez csodálatos. És ugye Szőrmentén már említettük Szackerné Piroskát, de az ő alkotása is ugyanezt az elvet és mintát képviselik, hiszen én azt gondolom, hogy esztendőről esztendőre bármikor nézhetnénk reggeltől estig. Igen, valóban hiszen így van. Hiszen az angyalaim az egy olyan történet. Az angyalaim kiállítás az valóban is nagyon kötődik az adventi időszakhoz is. Valóban egy hihetetlenül finom, és ahhoz képest, hogy az agyag igazából egy kötött anyag, és mégis a Piroskának a munkái azok hihetetlenül könnyedek, nagyon-nagyon szellősek, nagyon szép színharmóniában, nagyon-nagyon szép formában mutatkoznak meg, tehát minden egyes arcnak van egy gyönyörű, szép, bájos megjelenése, a színharmónia, ami kiegészíti, az úgy szintén ugyanolyan, a formai megjelenése úgy szintén, tehát akár csak a méreteit nézzük, tehát a nagyságában nem túlméretezett, hanem tényleg bárki, aki ezt meglátja, mindenkinek van egy, bárki választhat magának úgy, hogy ezt nagyon-nagyon szeretném, tehát akár ide tudom tenni, oda tudom adni, tehát egy könnyen ajándékozható, és azt mondom, hogy tehát igazából elvihető saját magához, és örömet tud vele szerezni. Fontos még a Mária könyvek bemutatói, mégpedig azért, mert most tapasztaljuk itt karácsony tájékán, hogy egyszerűen elvetik a karácsony szót nyugaton, elvetik a karácsony szót, elvetik Jézust, elvetik Máriát, és azt gondolom, hogy az a könyvsorozat pedig bennünk, nekünk megerősítést jelent, amelynek ti adtatok a bemutatóknak otthont, hiszen olyan meghívott vendégek voltak, akik méltán megérdemlik a figyelmet. Igen, én is úgy gondolom. Annak idején, amikor még Németh István először megjelent nálam, népzenekutató, népzenegyűjtő, és azt mondta, hoztam neked, Ági, egy meglepetést, és én pont ugyanazon a napon egyébként a Katolikus Rádión keresztül is épp a vele készült riportot hallgattam, és azt mondtam, hogy ez egy olyan könyv, amit nekünk itt mindenféleképpen kell mutatni. Majd aztán a Csóri Alap, az emberi erőforrásoknak és az emberi erőforrások támogatásának és a Csóri Alapnak köszönhetően Lakler Annával közösen beadtunk egy pályázatot, és maga a pályázat, mint olyan támogatásában sikeres lett, és nagyon örülök annak, hogy meg kellett ezt, vagyis hogy meg tudtuk ezt a könyvbemutatót tartani, és szerencsére úgy, hogy tehát jelenléttel, tehát az érdeklődők jelenlétével. Igen, valóban így van, ahogyan te mondtad. Ráadásul ugye 2020-ban elmaradt az eukarisztikus kongresszus, amihez nagyon-nagyon készülődtek, hogy most 2021-ben meg lehessen tartani. És nagyon örülök is neki, hogy ezt sikerült megtartani, hiszen én úgy gondolom, hogy a keresztény világnak erre hihetetlenül nagy szüksége volt. És a szervezés folyamatában, és egyáltalán magában a
magának az eukarisztikus kongresszus ideje alatt tartott programoknak is hihetetlenül nagy volt a jelentősége, hiszen ott is olyan személyeket hívtak meg, akiknek a tanúságtétele azért példamutató is, általában nagy közönséget érint meg és szólít meg. A Mária anya, Mária anyánk című könyvnek a bemutatója, amely Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése nyomán lett összeállítva, nekünk is sikerült olyan meghívott vendégeket idehívni a művelődési házba, akiknek a tanúságtétele és egyáltalán a mindennapi életben, a társadalmi életben vállalt szerepük is szintén egy olyan, ami nagyon-nagyon méltó és követésre méltó és példaértékű. Csak említsem meg Petrás Máriát, Mackó Máriát, mint népdalénekeseket, akkor Ian Kulaurát, mint írót, költőt, és mondhatnám talán azt, hogy mint tudományos kutatófilozófust is. Havas Gyöngyvért, Vakler Annát, aki a projektvezető volt, Németh Istvánt, aki úgy szintén, mint népzenegyűjtő. De állandó vendégünk volt például Spányi Antal megyéspüspök atya, amiért most is nagyon hálásak vagyunk, és minden alkalommal nagyon hálásak voltunk. Ugrics Tamás irodaigazgató, aki szintén ott volt a püspökség részéről. De vendégünk volt Varró Ági néprajzkutató, vendégünk volt dr. Szabó Balázs zenetörténész. Vendégünk volt például Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumnak az igazgatója. Vendégünk volt Móróc Tamás atya, a Bodajki Kegyhelynek a plébánosa. Tehát olyan meghívott vendégeink voltak, akik a saját helyükön, ahova az Úristen állította őket, és a tanúságtételeken keresztül úgy gondolom, hogy sokféle módon igazolást kaptunk a tekintetbe, hogy miért nagyon-nagyon fontos az a fajta keresztényi hitvallás, és az a fajta a keresztényi normák szerint való életvitel, és a kultúrához való közeledés, és az egyetemes kultúrának a fontossága megőrzése. Mert nem lehet olyan világot építeni, ahol ki akarunk dobni olyan hagyományokat, amelyek igazából a mindennapi erkölcsös életnek az alapjai. Tehát, ha ezeket a dolgokat ki akarjuk a társadalmi életünkből iktatni, akkor egész egyszerűen kapunk egy gyökértelen, semmire való káosszal telt társadalmat, amiből nem lehet egész egyszerűen életnek nevezni azt, ami ebből kifolyólag megjelenik vagy történik. Egyetértek. Hogyan tovább? 2022-re. Pirinszki évet is ünnepelünk ebben az évben, és nagyon örülök annak, hogy az önkormányzat dísztermében most legutóbb megtartott Pirinszki emlékévnek a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház is az egyik támogatója volt, és három kiváló irodalomtörténészt hallhattunk meg, nőként, mint Bakonyi Pista irodalomtörténész mellett, ugye azért ott volt Juhász Anna, ott volt dr. Sebők Melinda, és ott volt Ian Kulaura úgy szintén. Fantasztikus előadást hallhattunk tőlük, hogyan miként közelítik meg Pilinszkinek munkásságát, írói munkásságát és a személyét, egyáltalán a lényét, hogyan nevezik egyáltalán katolikus írónak vagy egyebeknek. És azért említettem itt Pilinszkit, ugye azért, amit fontosnak tartok kiemelni, hogy őrizzük meg azt a gyermeki lényünket, amivel képesek vagyunk még ma is rácsodálkozni a világra. És hogyha ezt a gyermeki lényünket képesek vagyunk megtartani, és nem dobjuk ki azokat a kapaszkodó értékeinket, amelyekért most vannak olyan csoportok, akik küzdenek, hogy azokat meg kell szüntetni, és egész egyszerűen nem kell róluk tudomást venni, akkor van remény. Tehát én úgy gondolom, és elsősorban, amire tudunk építkezni, az a bennünk lévő remény és az a hit, amivel talán minket, tehát a mi korosztályunkat mégis azért bízom benne, hogy általunk viszont a következő korosztályokat is neveljük. A tervezhetőség, mint olyan, egy picit nehéz, de remény az bennünk van. Ugye nem tudjuk, hogy hogyan, miként alakulnak a különböző járványhelyzet által lévő mutatók, a betegségszámok, egyebek, nem tudjuk, hogy melyik nap lesz az, amikor netalántán újra erősebb korlátozások vagy lezárások következhetnek be. Ettől függetlenül mi tervezünk. Tehát azok a kiállítások, amelyeket nem tudtunk megtartani, azokat mindenféleképp szeretnénk a következő évben megtartani. Nagyon sok olyan kiállításunk van. Ugye itt a korlátozások miatt most szinte május végétől kezdtünk el tervezni. Most azért már szeretnénk január végétől tervezni, és egész évre vannak gyönyörű szép kiállítási terveink. Továbbra is szeretnénk folytatni a komoly zenei koncertjeinket, mindenféleképp figyelembe véve, és előzetes megbeszélés az Alba Régia szimfonikus zenekarra, hogyha lehetőség van rá, ne ütközzünk, viszont egymás programjait azt igyekezzünk támogatni, mert én ezt egy nagyon-nagyon fontos kitételnek tartom.
Nagyon fontosnak tartom azokat az irodalmi rendezvényeket, amelyeket hol részben mi tartunk, hol pedig részben, mint társszervezők veszünk részt, mert itt is úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb egy nagyon okos, jó kompromisszum, mint az, hogy egymás ellenében szervezzünk a városban olyan programokat, mert ha nem adjuk meg a tiszteletet egyes programoknak, amelyek megérdemlik azt, hogy nagy közönség előtt legyenek megtartva, akkor igazából magát a programot sem tiszteljük eléggé. Tehát én bízom benne, hogy eljutunk egyfajta olyan szükségszerű kommunikációhoz és beszélgetéshez, amelyben sikerül már a következő évben egy olyan kulturális trendet kialakítani, ami bár párhuzamosan mindenütt működnek a kulturális programok, hiszen szinte majdnem minden kulturális intézménynek megvan a maga úgymond kialakult profilja, de akkor, amikor nagyobb volumenű dolgokról van szó, én azért amellett vagyok, hogy ott legyenek közös megbeszélések, és legyenek közös összefogások, hiszen bizonyos rendezvények tehát igénylik azt, hogy tudjunk egymást támogatva, közös és jó cél érdekében egy dologra fókuszálni, mert akkor lesz értéke azoknak a kulturális rendezvényeknek, amelyekről azt akarjuk, hogy hosszú távon is maradandóan ott maradjanak a kultúra iránt érdeklődőknek. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések sorában Jakubek Tibornél, Szent István Művelődési Ház igazgatója volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!